Nem az operaházból, de magával hozta legújabb fantomját Zsidenyi Adrián énekesnő ide a stúdióba, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Legújabb dalpremiéret kapcsán fogunk majd most beszélgetni, és csatlakozik hozzád, hozzánk Boldizsár László és a Cartoon Club Singers. László Boldizsár. Bocsánat. Mind a kettőre hallgatszok, hogy jó. Na, ne haragudj, annyira el akartam mondani, hogy itt vagy, amit megbeszéltünk az elején. Szóval köszöntünk mind a kettőtöket sok szeretettel. Ugye van egy dalpremiérünk, és van egy október 16-madikai, aztán most, ha mindenkit összezavartam rendesen, magamat a leginkább, közös dupla koncert is. És ma este van a meccs. Erről fogom beszélgetni, meccs is van, és közben van egy videó, amit még mindig nem láttam, de majd jön az online lapszemle is. Beszéljünk az új dalodról először is, arra kérlek, amelyről nagyon impulzívan beszéltél a különböző interjúkban, és komolyan kihangsúlyoztad azt, hogy itt egy egészen másik oldaladat mutatod meg. Szerintem nem az első alkalom, amikor Zsédának a nagyon dögös, nagyon dacos nőjényét látjuk, és akkor, amikor meg beszélgetünk, akkor pedig egy visszafogott, szelíd nő van itt rendszerint. Kora reggel. Jó, kora reggel azért szétdobálna a stúdiót, azt meg tudni kéne reagálni. Szóval mit láthatunk tőled, és mit láthatunk belőled ebben a dalban? A Phantom az az új lemeznek az egyik előfutára, és hát igen, nagyon szeretem ezt a dalt. Ezt nem tudom, hogy mennyire új oldalam, de mindenféleképpen az egyik olyan oldalam, ami egy erős nőt mutat meg. És hát a sztorit tekintve, ugye együtt írtuk a szöveget Orbán Tamással, a zene pedig Létrai Ákos, Moldvai Márk. Tehát egy olyan történet, amikor egy nő megerősödve megy tovább egy olyan kapcsolatból, ami nem egészen azt az arcát mutatta, aminek kinézett. Szóval erről szól, de szerintem ezt nem is kell magyarázni, mert mindenki érteni fogja. Én nagyon szeretem ezt a sláger korszakot megidéző hangulatot, dallamos. De nyugodtan kérdezzétek, én mondom. Hallgattam a klippet, és... Tehát diszkó, tehát aki még egyébként meg lehet nézni, YouTube-on fent van. Diszkó, de nekem ezt a 70-es éveknek ezt a... Igen, kicsit a... Van rendes refrénje neki, amiben rendesen énekelnek. Vannak vokálok, ez a vonós, hegedűs kíséret, az oktávozós basszus. Hogyha már diszkó, akkor neked az a korszak? Nagyon szerettem azt a korszakot, és nagyon, nagyon jó azt énekelni. Tehát énekesként az egy ha énekelhető, mert dalos. Igen, dallamos, de szerettem volna, hogy ezt az édes bús... kicsit melankolikus hangulatot így a dinamikával ötvözve. Szóval egy jó előadói kihívás is volt. Bocsánat, és koncepciód volt? Tehát amikor már tudtad, szöveget te írtad, abban nyilván egy hangulatot már megfogalmazódott, hogy akkor a zene az milyen legyen hozzá? Hát így a lelki füleim előtt ez már pereg, meg megy, hogy kellene megszólalni. Hát ez hosszú folyamat volt, amíg összeállt minden. De szerintem hát én bízom benne, hogy ez egy olyan dal lesz, ami ugye a védjegyemmé válik a Fekete Rúzs a Mondtel. Hát én remélem, hogy beáll ebbe a sorba, igen, ami... Miért szeretnéd? Mert azzal egy nagyon nagy erőt mutattál, akkor is, hogy hát egyrészt azért... előadó művészként szeretnéd felülírni? Ugye most az elmúlt időszakom azért több duett is volt, ilyen lírai hangvételű, és ez most egy ilyen öndefiníció, azt gondolom, ami úgy zeneileg is találkozott, tartalomban is, meg új lemez jön. Ehhez az kellett, hogy te is megérkeztél valamilyen állapotban? Hát mindig kell, de nem feltétlenül kell, de igen, egy kicsit benne van az is, amiben megérkeztem. December 28-a Budapest Kongresszusi Központ. Igen. Ott már az új lemeznek az anyaga is hallható lesz a Kaleidoszkópnak, és az a szám is. Ez a dal mindenképpen ott lesz tulajdonképpen bemutatva, és vagy hát addig is, de hogy a nagy premier az ott lesz, illetve a Talamba Ütő Együttes és Szűcs Krisztián lesz a vendégem karácsony után kicsivel. Na de aztán pár nap múlva akkor is nagy munka lesz, dupla koncert, Cartoon Club Singers és a 151, ó, Budapest 151, ez a címe a produkciónak, és... Hát ott azért a nagy négyes, nagy ötös, mert volt ugye tagcsere is, meg hogyha úgy tetszik, kiegészülés is, de mindannyian ott lesztek, akiknek a neve fémjelezte ezt az együttes, Szűcs Gabi, Kozma Orsi, és Fehér Gábor, meg hát természetesen ti ketten itt egy ilyen nagy áttekintés a 20. századnak a Budapestet érintő emblematikus dalaiból. De hát azért ez itt, tehát egy Kabos, meg egy Kern, ezek
nem, itt azért korszakokról beszélünk, egész másfajta zenei felfogásban íródtak ezek a dalok sok tekintetben. Ja, olyan cut and clubos lesz minden, vagy pedig az adott korszakot is megemlítitek, amikor itt, ugye, a dalok... Fontos megemlíteni az egész kitalálóját, Körmendi Vilmost, aki azért a fogyaszthatóságát, hogy hogy áll egymás mellé Kabos meg Kern András, azért azt, ő ezt azért letette ezt a, annak idején. 1998-ban készült ez az anyag, és ehhez raktunk hozzá olyan dalokat is, amit azóta kerültek be a műsorba, meg ugye Hirtling István személye azért, aki a narrátorként is dalra is fakad, mint úgy mondta, hogy tiszteletbeli pacsírta, így hívja magát közöttünk, úgyhogy... Ő nevezte magát annak ez a... Abszolút, igen, abszolút. Mi szerettük ezeket a kilengéseket, mert mit tudom én, nyáron volt a Margit sziget, akkor a hangos filmet dolgoztuk fel, az Kabostól volt Csubakkáig, ezt úgy hirdettük, de... igen, de ez a mostani azért ez egy nagyon egységes dolog. Szóval Momba most vasárnap lesz 3:30-kor is, meg este 7:30-kor, és azért ennek annyira vágytuk ezt, hogy előadjuk ilyen hosszú idő után, hogy... Végre nem kellett tanulnom, mert igen, annyira segíteni lett, tudom. Mindig azt mondom, hogy minden tiszteletem egyébként az énekesek, akik ott vannak a színpadon, és egymás után, nem tudom, most tegnap előtt Csárni mondta nekünk, hogy 22 dal lesz majd a nagy koncertjén, tehát ennyit ott fejben tartani állandóan, és hát, nem hibálni. Hát csak azért mondjuk neki egy picit könnyebb, azért neki írt dalok, egy szűkebb repertoár, mi az utóbbi 3 évben előadtuk az Abba műsort, ami 25 dal, előadtuk a Sinatrát, ami megint teljesen más 25 dal, és itt most 50 dal fog elhangozni és vasárnap. Pont ezt szerettem volna kérdezni, és hogy nátok ez az... Kétszer, igen. Ez az mondjuk úgy, hogy újraegyesülés, ez ilyenkor lehet így ezzel szóval illatni, tehát mindenkinek megvan a kis karrierje, pályája, viszitek párhuzamosan, és aztán mindig van egy-egy ilyen alkalom, amikor újra találkoztok ott a színpadon. Minden előjön a régi időkből, az egy nézésből, egy levegővételből, akkor úgy látom az arcotokat. Hát mi vissza tudunk lépni ugyanabba a fogóba. Konkrétan ugyanazok a formák, ugyanazok a beszélgetések hangoznak el, mint 20 évvel ezelőtt, tehát ilyen... Tehát ez mondjuk megkönnyíti akkor ezek szerint a közös munkát. Valószínűleg ezért is keressük, mert szeretnénk azt a átélni azt a 20 évvel ezelőtti viszonyokat is, szóval az jó. Jó, biztos, hogy benne mindenkinek van egy... Én azt, ugye amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtük, hogy évente 1-2 alkalom, az most földúzzat 6 hétre. Tehát körülbelül ez a különbség. Tehát csak ez most látványosabb, mert mi mostanában ugye nagyobb termekben, mert nagyobb, tehát nincs az, hogy klubozunk, meg mint régen. Néha azért van olyan cég, aki megőrül, és akkor meghív minket egy ilyen karácsonyi partira, de az is... Ilyenből legyen sok. Hát legyen, ezt kívánom, de az nagyon szép volt tőletek, amikor az árvíz kapcsán a csatornázási művek dolgozóinak egy üzemi koncertet tartottatok, az és még egyeket is kaptak a mostani koncertetekre. Hát elmentünk, mert hogy meg kellett őket ajándékozni, és a délutáni koncertre félretettünk nekik 50 jegyet, úgyhogy őket vendégül fogjuk látni ott a koncerten, ugyanúgy, mint Körmendi Pétert, Körmendi Vilmos fiát is, aki meglepetésként majd még lehet, hogy be is száll valamibe. Na, hát ha másért nem. Úgyhogy így most lesz. Akkor ezért fogja várni, és hajrá, nem csak feltétlenül. 13-ai koncert. Október 13, 15:30 és este 19:30. És a Fantomhoz is. Zséda Bódizsár, köszönjük. Köszönjük szépen, hogy jöttetek.